és elfoglalja a helyét. És tart, elindult a nap 6. hazai futama a szolnoki handicap bukszának. Hát mondjuk szokása szerint gyengés sikerül a startja, a többiekkel nincs gond, és a gyors kezdő Pancsoló megint csak elmegy vezetni. Pancsoló, Medica ott az első két pozícióban, de hát a többiek is ott vannak egymás mögött. Fighting Félix, Sivatagi Róka, Supreme, Apostol egy hosszal mögöttük pedig Red. Bukszának pedig már most van egy jó 15, de lehet, hogy 20-25 hosszas hátránya is a többiekkel szemben. Pancsoló vezet, de azért nem engedik világa a többiek. Nagyjából két osz lehet a fória a favoritokkal szemben, hiszen Medica a második, Fighting Felix pedig a harmadik helyen a falon Apostol, mellette Sivatagi Róka, Supreme, a Red pedig egyelőre a mezőny végén, neki azért az utolsó 2-300 méterre lehet szokás szerint erős. Amikor a mezőny a befutóra fordító kanyarnak a végén jár, akkor Pancsoló egy picit még talán tudta is növelni az előnyét, 3-4 hosszan megy most már Medicával és Fighting Felix-el szemben. Apostol, valamint Sivatagi Róka továbbá is a negyedik, ötödik, Supreme nem nagyon tud egyelőre jönni, Reddel viszont úgy tűnik, hogy elindul Georgiev. Az utolsó 350-re érve még mindig vezet Pancsoló, bent a falon Apostol talál új életre, kívülről Sivatagi Róka, Red pedig bemegy a falra és ott próbál magának utat keresni, talán ez sikeres lehet majd, egyelőre távoztokhoz érve Pancsoló, mindig nagyon-nagyon komoly az előnye. Pancsoló, Sivatagi Róka, Red az első három helyen, még 100 méter van hátra, Pancsoló nagyon kezd fáradni, de az előnye kitarthat a végéig. Pancsoló Mosinka Viviennel, Red jön rá rettenetesen, de Pancsoló hazaér, Pancsoló, Red, Sivatagi Róka az első három. Ez pedig 8-as, 5-ös, 6-os befutási sorrendet eredményez, és hát ma már dicsértük Mocsinka Vivient, azt most aztán végképp meg kell tenni, nagyon ért ezeknek a futamoknak az ellopásához. Handicap ellen futva ide vagy oda, gyakorlatilag Farkas Levente lovát haza tudta lovagolni, mögötte érkezett Red. Nagyon-nagyon szorongatta, de úgy látszik a mai nap nem Georgievről fog szólni. És Sivatagi Róka, őt nagyon hype-oltad a futamot megelőzően. Hát azt az egy túlzás, de tudjuk, hogy erre képzelhető, hogy esetleg odaér. Tehát Pancsoló meg handicap ellen, ez megint meglepetés. Tehát nagyon komoly meglepetés. Ez a Pancsoló-Sivatagi Róka nagyon kombináció. Nagyon komoly meglepetés. Ezt mondtuk, az első 5 a szansz, ugye a 6-7-8-3 kontra, nyer a 8-as, 6-os meg a harmadik, hogy az lenni szokott. Ezt nem teljesen értettem, megmondom őszintén, persze nem volt ott feltétlen bárhol hely. Hogy miért ment be? Georgiev ott ezt hogy találta meg a falat magára, aztán végül elfért, itt ehhez is kellett már egyébként mászni. Szerencse, igen, hogy Apostol nem ment be teljesen a falra. És nagyon jött, egyébként jött Sivatagi Róka és Fighting Felix, a csalódás kategória egyértelműen Apostol a helyezettek között, közelébe végez, mint negyedik. És Buksa pedig az, aki fölzárkózott egyébként egészen szépen, hiszen ötödik helyre oda tudott érni, de katasztrofálisan. A nem hivatalos befutási sorrendje 8-as, 5-ös, 6-os. Ismétlem, 8-as, 5-ös, 6-os. 8-as, 5-ös, 6-os, tehát a nem hivatalos befutási sorrendünk. És Pancsoló nagyon kihasználta azt, hogy gyakorlatilag 48,5 kilóval ment mezitláb futva, ellopta a verseny teljesen. Bohócot csinálva a mezőnyből tulajdonképpen, főleg az üldözőkből. Úgyhogy ez volt a szolnoki handicap, egy ötödosztályú futam, aztán a következő kincsenparki futam majd a Szent Tamási díj lesz már, Szent Tamási ló nélkül. Hát ezért jó kis mezőny lesz az, az öt ló ide vagy oda, tehát a mezőny kicsisége ellenére is. És akkor mondjuk jó hírt is, hiszen hát egy órája futották le, de most már tulajdonképpen hivatalos eredményünk is van Németországból, ahol Listed versenyben